Idei első félévi utolsó ülését tartja munkaterv szerint csütörtökön Szolnok megyei jogú város közgyűlése. A képviselők a lakásrendelet módosítása mellett újabb fejlesztések, beruházások indításáról is döntenek. Köszöntöm nézőinket! A Döntés előtt című műsorunk egyik vendége, mint mindig, Szabó István alpolgármester. Jó estét kívánok, alpolgármester úr! Illetve meghívtuk a stúdióba a közgyűlés egy-egy frakciójának, illetve képviselőcsoportjának képviseletében Molnár Ivánt, dr. Szotyori Lázár Zoltánt és Pilák Imrét. Tisztelettel köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Kezdjük tehát akkor a lakásrendelet módosításával. Mi a lényeg ebben a változtatásban, illetve változtatásokban? Igen, tehát a lényeg az, hogy a Hazavár program tovább bővül, új lehetőséget teremt a lakásrendelet, és ezzel kapcsolatosan néhány feltétel változott. Éppen 10 éves a Hazavár program, ami azt a feltételt teremti meg a fiatal szakembereknek, hogy visszatérjenek szülővárosukba, vagy az Alma Mater városába, ahol jártak középiskolába, az egyetemi és a főiskola elvégzése után, és lakástámogatással, vagy lakással segíti a letelepülést az önkormányzat. Kezdeményezésre, képviselői, meg lakossági kezdeményezésre kibővítettük ezt a programot gyakornoki programmal. Ennek az a lényege, hogy nem csak a főiskolát és az egyetemet végzett fiatalokat várjuk haza a városba, hanem a középiskolát, nyilván valamilyen szakmát, technikus végzettséget szerzett fiatalokat is, és az ő számukra is biztosítva lesz ez a feltétel. És az előterjesztés, illetve a szabályozás azokat a feltételeket rendezi, ami ebben az új helyzetben szükséges. Szolnoki kötődés, a diploma vagy az oklevél megszerzése 5 évnél idősebb nem lehet, a 30 éves kort még nem tölthette be a fiatal. Határidős, határozatlan idejű munkaviszonnyal rendelkezik, és a munkáltatója részéről ajánlás szükséges a pályázat elnyeréséhez, vagy a lakás elnyeréséhez. Nagyjából egészében röviden ezt tartalmazza ez a rendelet. Képviselő urak, mennyire tudják támogatni ezt a fajta módosítást, illetve hát a lakásrendeletnek egy másik fontos eleme, vagy pontosítása, amelyik meghatározza, hogy egész pontosan mely önkormányzati tulajdonú bérlakást nem lehet elidegeníteni, azaz eladni a bérlőnek. Képviselő úr? Hát, nyilván természetesen ez egy abszolút jó szándékú és támogatható kezdeményezés, így mi a magunk részéről mindenképpen meg fogjuk szavazni ezt a tervezetet. Ugyanakkor ellenzéki képviselőként fel kell hívnom két olyan témára is a figyelmet ezzel a rendelettel kapcsolatban, amelyről mindig beszélnünk kell. Az egyik nyilván a Szolnok Hazavár program, ami szintén alapvetően egy jó kezdeményezés, de azt tudnunk kell, hogy önmagában soha nem lesz képes arra ez a program, hogy kellő mennyiségben itthon tartsa, vagy visszacsábítsa a szolnoki kötődésű fiatalokat. Ugye ez szépségtapaszként tud, én úgy gondolom, csak szolgálni. Alapvetően az a probléma a szolnoki elvándorlásnak az a fő oka, hogy egyrészt az elmúlt 30 évben az összes városvezetői garnitúra hibás társadalompolitikát és hibás gazdaságpolitikát folytatott. Ennek eredményeképpen a városban az a fajta oktatási és kulturális szint, amely elégséges lenne, az sajnos nem jött létre. És azért is különösen szomorú ez, hiszen az eddigi polgármestereink mind-mind pedagógus végzettségűek voltak. Ennek ellenére úgy érzem, hogy valahogy picit nem fordítottak elő hangsúlyt arra, hogy itthon tartsák és megfelelő módon itthon tartsák ezt a fajta értelmiséget, illetőleg abban az irányba táguljon a város, amely a magas értelmiségnek, illetve a felsőoktatási intézményekbe érkezők számát növelné. Azt láthatjuk, hogy az elmúlt időszakban sajnos a szolnoki főiskola is egyre inkább leépülő tendenciát mutat, míg az olcsó ipari bérmunka az folyamatosan növekszik Szolnokon. Én ezt egy elhibázott társadalmi és gazdaságpolitikai iránynak tartom, de ez nyilván egy hosszabb téma lenne, hogy ezt bővebben is kifejtsem. Tehát az egyik olyan kérdés, amiről beszélni kell. A másik pedig az, hogy az önkormányzati bérlakások kapcsán, ha jól emlékszem, még 2006-ban a Fidesz-KDNP és a Szalai Ferenc polgármester úr azzal kampányolt, hogy 600 új önkormányzati bérlakás építésére van szükség Szolnokon. Azt követően ugye őt megválasztották, hát ebből a bérlakás építésből gyakorlatilag ebből a programból semmi nem lett, sőt,
odáig jutottunk, hogy emlékeim szerint a idén februári közgyűlésen már arról döntöttünk, hogy mely bérlakásokat idegeníteni el az önkormányzat, amit mi természetesen elleneztünk, hiszen mi minden esetben ellenezzük az önkormányzati vagyonnak a kiárusítását. És nem csak, hogy ideig jöttünk el, hanem volt olyan Fidesz-KDNP-s képviselő, konkrétan Tóth Áron képviselőtársam, aki odáig ragadtatta magát, hogy azt mondta, hogy ő azt szeretné, hogyha minél kevesebb bérlakás lenne az önkormányzat tulajdonában. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nagy utat járt be a Fidesz, onnantól kezdve, hogy 600 lakást, bérlakást kell építeni, ettől a programtól odáig, hogy inkább ne legyen egyáltalán bérlakása az önkormányzatnak. Én nem tudom, hogy igazából ezt a fajta álláspontot ezt mi indokolja, talán inkább az álláspontjukat az üléspontjukhoz igazítják, tehát ellenzékben bérlakásépítést hirdetnek, vezetői pozícióban pedig már inkább kiárosítanák a vagyon. Tehát én ebben sem látom tisztán, hogy az önkormányzatok mi a szándéka. De a leglényegesebb, még egyszer mondom, az elején is mondtam, hogy önmagában az előterjesztést azt támogatjuk, csak az általán említett két témát is fontos volna a megfelelő súlyjal kezelni, és akkor ezt a témát lehetne komplexen is talán megoldani. De hát akkor mindjárt megtudjuk, hogy a Fidesz-KDNP álláspontja hogyan és miként, vagy miért változott, ha változott, Molnár úr? Hogy változott-e, ez kérdéses, ugyanis a 600 lakást, amit ígért annak idején a polgármester választásoknál, ahhoz forrást is kell biztosítani. Ehhez szükséges források nem álltak rendelkezésre, illetve amit fölmerült a üzemeltetett bérlakások esetében, hogy rettentő rossz állapotba kapjuk általában vissza azokat a lakásokat, amit leadnak, és nagyon komoly költséget igényel ezeknek a felújítása. Tehát a jelenlegi állományban is nagyon sok olyan lakás van, ami azért áll üresen, mert nincs forrása az önkormányzatnak felújítani. Ez ilyen 10-es, 100-as nagyságrend? Mekkora lehet? Nagyságrendet én most így hitelen nem tudnék mondani, mert erre nem készültem, de az biztos, hogy az egész állománynak a 10-15%-a körül mozog. Ez, ami felújításra vár. Nem véletlenül van az, hogy van olyan lakás hirdetés is mostanában, hogy a bérlő újítja fel a lakást és vállalja, mert az önkormányzatnak nincs hozzá megfelelő forrása. Ugyanis ezek a lakások, azért tegyük hozzá, olyan béleti díjon vannak kiadva még, hogy erről sokszor azt is mondják itt, hogy nagyon drágák, de mindenképpen a tényleges üzemi vagy tényleges felhasználási szintek alatt vannak kiadva, és az a befolyt összeg, amiért kiadja az önkormányzat ezeket a lakásokat, nem fedezi a fenntartási felújítási költségeket. Tehát mindenképpen a minden éves költségvetésben forrásokat kell biztosítani a felújításokra, és ez nem olyan mértékű, hogy jelentősen tudnánk ezeknek a lakásoknak a felújítását növelni. Elidegenítés? Értékesítés? Elidegenítést csak abban az esetben szoktuk patronálni, amikor olyan mértékűen lelakott a lakás, hogy a felújítása horribilis összegbe kerülne, és olyan területen van, ami nem éppen kurens, tehát nehéz utána bérbe adni. Klák úr? Köszönöm a szót. Hát ennek az előterjesztésnek a véleményezésével kapcsolatban szeretnék elmondani, hogy amit az alpolgármester elmondott, az úgy tényszerűen, az valóban pontosan részleti ennek a rendeletnek a lényegét. Én azt gondolom, illetve mi azt gondoljuk, hogy ez a szabályozás, ez gyakorlatilag nem nagyon old meg semmit a fiatalok önkormányzati lakásához jutásának a kérdésében. Számomra nem egyértelmű az sem, hogy miért nem vontak be esetlegesen ennek a rendeletnek az előkészítésében. Az előkészítésben résztvevők, ugye az alpolgármester utalt rá, hogy aki a gyakornoki programban részt vesz. Én megpróbáltam utána nézni, hogy mi az a gyakornoki program. Számomra ez ebből az előterjesztésből nem derült ki. Holnap majd a képviselőtestület ülésen erre rá fogok az előterjesztéstől kérdezni. Összességében minden elhangzott, ami az én véleményemet is lefedi. Ezt Lázár képviselőtársam nagyon pontosan elmondta, nem szeretném még egyszer idézni, de valóban nagyon fontos az, hogy az álláspontom szerint, hogy a városunkban minél több lakás, önkormányzati bérlakás épüljön. Annál is inkább, mert sokszor jelentkezett olyan jellegű igény, hogy a városban úgymond kívánatos személy, aki itt valamilyen olyan tevékenységet végez, ami nagyon fontos a város részére, annak lakást kell biztosítani. Néha ez
kisebb-nagyobb nehézségekbe ütközik. Én azt gondolom, hogy az önkormányzati bérlakás építése ezeket a kérdéseket nagyon jól meg tudná oldani. Az előterjesztést természetesen támogatni fogom. Honáró? Néhány gondolatot azért mondanék, tehát a programnak az előkészítésével kapcsolatban. Tehát a program előkészítésében elég széles körű egyeztetés volt. Minden pártnak a frakcióvezetője részt vehetett benne. Azt, hogy esetleg Pilák urat miért nem vonták be, azt én nem tudom, azt másként kell egyeztetni. De elég több lépcsős egyeztetés ment, tehát ez mindenképpen meg lettek hallgatva az érintett felek is ezzel kapcsolatban. A másik, amit lényegesnek tartok elmondani, tehát itt elhangzott az, hogy szolnokiakat visszacsábítani. Tehát itt nem a szolnokiak visszacsábítása van a probléma. Alapvetően egy olyan lényeges gond van, hogy a fiatalok általában 18 éves korban elkerülnek valahova főiskolába, egyetemre, és megszeretik azt a várost. Azoknak a városnak a ott tartó ereje nagy. Nálunk sajnos a főiskolának kevés az a vidéki, nem szolnoki tanulója, akit el tud csábítani. De célunk, hogy ezeket is elcsábítsuk, és itt tartsuk Szolnokon munkaerőként, és ez a középiskolásokra is igaz, ezért is alakult ez a gyakornoki program, hogy a meghatározó cégek gyakornoki program keretében próbálják ezeket az itt végzett fiatalokat bevonni, hogy itt is tudják tartani, és itt végezzenek munkát. Tehát nem véletlen az, hogy nem csak a szolnokiak, Szolnok környékiek, és az itt tanulókat, mindenkit, aki ide kerül, szeretnénk megfogni. Lázár úr nagyon bólogatott. Igen, hát gyakorlatilag... Pilák úr a egyetemben. Erre próbáltam utalni, és nem akarom kiemelni tényleg itt akár a Fidesz-KDNP-t, akár az MSZP-t, itt egy egységes akaratnak kellett volna lenni az elmúlt 30 évben, hogy itt a városvezetések minden egyes alkalommal a legnagyobb lobby tevékenységet abban az irányba kellett volna kifejteni, a második Tiszahíd mellett természetesen, hogy ide minél több oktatási intézmény települjön. Nem akarom mindig tényleg a stadionokat ekézni, de azért, ha egymás mellé tesszük, hogy mennyi sportfejlesztés történt a városban, és mennyi oktatási fejlesztés, azt gondolom, hogy eléggé beszédes a kép. És hát olyannyira nem tudtunk nem, hogy új pozíciókat nyerni az oktatási szinten, hanem gyakorlatilag most azt láthatjuk, hogy tulajdonképpen a Kecskeméti Főiskola kivégzi a Szolnoki Főiskolát. Tehát én azt gondolom, hogy itt néhány éven belül teljesen meg fog szólni sajnos Szolnokon a felsőoktatás. Ez szerintem egy tragédia, és ez valószínűleg abban az irányban foghatni, hogy még inkább el fognak vándorolni a fiatalok, és nem fognak visszajönni a városunkba. Pilák úr, még egy mondat, ha van? Természetesen. Aztán megadom a polgármester úrnak is a reakcióra lehetőséget. Természetesen, köszönöm. Ez a úgymond rendeletmódosítás ezt a problémát nem fogja megoldani. Ezt én azt gondolom sokkal mélyebben a gyökerébe kell, és ezt már régen el kellett volna kezdeni. Tehát valóban itt a felsőoktatást meg kellett volna tartani, sőt továbbfejleszteni. A középfokú oktatás, azzal nincsen az élet egy világon semmi probléma. Nagyon jó szintű gimnáziumok vannak, országos hírűek, de a felsőoktatás valahogy vagy jól elindult egy pár évvel ezelőtt, aztán most megtorpant. Én azt gondolom, hogy ezt még esetlegesen valamilyen lobby tevékenységgel, valamivel ezt vissza lehetne hozni. Tehát nyilván ez menteni. Nem is ennek az előterjesztésnek a része, csak így kapcsolódóan a témaként fölmerül tovább gondolva a Szolnok-Hazavár programot is. Egy picikét, alpolgármester úr. Erre akartam utalni, hogy nem ez a napirend az, ami az oktatásnak a kérdésével foglalkozik. Inkább maradjunk a Hazavár programnál. Ugye nem a régen ugyanitt, ugyanebben a stúdióban beszéltünk arról, hogy milyen sikereket értünk el a Hazavár programból. Ha jól emlékszem, 11 orvost sikerült Szolnokon lakással ide csábítani. Úgy gondolom, hogy ennél nagyobb érv nem nagyon van szükség, természetesen nem csak orvos, hanem más diplomás közgazdász, mérnök is a Hazavár programon keresztül lakáshoz jutott Szolnokon. Fölmerült a kérdés, hogy hány lakás van most, műszakilag olyan leromlott állapotban, ami lakhatatlan, hogyha szabad így fogalmazni, körülbelül 40-50 lakás. Ezzel folyamatosan ugye, komoly munka folyik, ennek a helyreállítása, sajnos mindig újra és újra termelődik, mert vannak méltatlan bérlőink. De hát nyilván már a világ csak ilyen. Arra is szeretnék reagálni, hogy indokolt-e újra a bérlakásépítés, vagy nem indokolt bérlakásépítés. Valóban talán 2006 körül napirenden volt ez a kérdés.
de 2006 meg 2018 között azért eltelt 12 év, és a 12 év alatt a magyar gazdaságban azért óriási változások következtek be, ezt nem vitathatjuk el. A jövedelmi viszonyokat, ha nézzük, abban is óriási változások történtek, arról nem is beszéltek, hogy az állam a lakáshoz jutás témájában milyen óriási támogatásokat és új elemeket, támogatási elemeket vezetett be. Tehát ha szabad így fogalmaznom, akkor a lakáshoz jutás témájában az állam óriásit lépett előre. De ez megint lehet egy másik műsor, egy másik beszélgetés témája. Igen, de hát már csak reagálni kellett ugye a fölvetések. És mert szorosan ez se függ össze nyilván magában az előterjesztéssel. Még egy dolgot mindenképpen megemlítenék, ha már itt a lakás téma fölmerült napirenden kívül, vagy napirend előtti kérdésként, hogy csak összehasonlításként szeretném megemlíteni, hogy Veszprémben 160 önkormányzati bérlakással rendelkezik Veszprém város. Szolnokon több mint 1500-zal. Tehát ezeket úgy mérlegelni, meg értékelve kellene az optimális döntést meghozni. Köszönöm szépen. És akkor menjünk tovább. Belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztéséről szól egy következő előterjesztés. Azt gondolom általában ezeket a beruházásokat kivétel nélkül mindenki támogatni szokta. Itt talán az lehet a kérdés, hogy miért pont ezeket vették előre, vagy ez valósul meg. Nyilván mindenki tudna hasonlóan fontos utakat, járdákat, csomópontokat, kereszteződéseket mondani, ahol hasonló beruházásokra lenne szükség. Hát ugye pontosan tudjuk azt, hogy a tél az mindig az utakat, a járdát, kerékpárutat, ez nagyon megviseli. Nyilván télen ugyanolyan forgalom fut ma már az utakon, mint korábban, és ez a dinamikus igénybevétel, meg a hőmérsékletváltozás, nem adj Isten a csapadék, ugye óriási károkat tud okozni. Az elmúlt tél ilyen szempontból nem volt valami szerencsés a számunkra, mert hol jó idő volt, kiolvadt, hol megfagyott, ebből adódóan a rongálódás nagyobb fokú, mint az egyáltalán elvárható vagy tervezhető lett volna, ezért szükség van arra, hogy költségvetési átcsoportosítással éppen a tartalék terhére további 50 millió forintot fordítsunk erre a dologra. Ennek egy része az úthálózat javítására, más része a járdahálózat, és kisebb része a kerékpárúthálózatnak a helyreállítására fordítódik. Van még néhány földútnak a rendbetétele is, elsősorban az Alcsi-szigeten, ott a szennyvíz rendszernek a kiépítéséből adódóan keletkeztek olyan meghibásodások vagy károk, aminek a helyreállításához szükséges ez a beavatkozás. Nyilván tételesen felsorolhatom, hogy a vízpart körül térségében az Aranka, Tünde, az Ágnes, a Vízimalom, Huszáj utcákban körülbelül 20 millió forintot fogunk ráfordítani az utak helyreállítására, járda a Zöldfa utcában, Templom utcában szintén járda felújítási feladat van, parkoló a József Attila utca 25 számú ház térségében, nem tudják rendesen megközelíteni a 23, 25, 27, 29, 31-es számú társasházakat, tehát ennek egy másik aspektusa, és még egy gyalog átkelő, Szandaszőlő, Sőnökertész utca térségében. A sportreptérnél. A sportreptérnél, igen, ami a programban szerepel. Úgy gondolom, hogy indokolt volt. Alaposan áttekintettük a dolgot, és úgy tűnik, hogy az átcsoportosítással ezek a feladatok megoldhatók, nem is nagyon halasztható. Képviselő urak? Hát nyilván ez az a feladat, aminek soha nem lehet a végére érni, tehát ez egy permanens kampánya, úgy tetszik. Természetesen nyilván ezt mi is támogatjuk. Ugyanakkor itt mindig az jut eszembe, hogy ugye, ha jól tudom, akkor a városnak a Duna Aszfalt nevezetű céggel van állandó keretszerződés ezeknek a közterületi utaknak és járdáknak a felújítására, és hát ugye pont a Duna Aszfaltról az elmúlt napokban derült ki, hogy az Európai Unió ugye többek között az ő tevékenységét is olyannak ítélte, amely túlárazás
követett el egy jelentő, azt hiszem, hogy talán az M4-esnek bizonyos szakaszánál volt ez, és ugye többek között a Dunaaszfalt és még más cégeknek az ilyen túlárazásos tevékenysége miatt ugye 10%-át visszafizetik, hogy visszatartják az Európai Uniós forrásoknak. Tehát egy picit így az egyik szemem sír a másik nevet, úgyhogy majd egy másik városvezetése fog majd várni annak a feladata, hogy megvizsgálja ezeket a felújításokat, ezek valóban értékükön lettek elvégezve, vagy esetleg nem. Világ úr? Természetesen én is támogatom, mert nincs az a pénz, ami ide elegendő lenne. Én nekem a jelmondatom az, hogy a 21. században egy városban lehetőség szerint már csak szilárd burkolat útak legyenek. Sajnos Szolnokon még mind a mai napig, sőt ezen útfelújítás után is lesznek olyan utak, amelyek nem lesznek szilárd burkolattal ellátva, szórt közösségek lesznek. Nagyon sok lakó keres meg különböző utakból azzal a problémával, hogy télen ezek az utak járhatatlanok, sőt ezek között sok olyan út van, ahol nem az, hogy az út nincs rendbetéve, még járda sincsen, tehát sok helyen kell a közúton közlekedni, akár babakocsival, kerékpárral, téli időszakban, áldatlan körülmények között. Itt a Varjú utca, Csóka utca környékére tudnék utalni, itt az egyik utca ebből, most nem tudnám hirtelen megmondani, hogy melyik, mert keverem az utcákat, de az egyik az szórkővel elrátott például, és hát télen áldatlan körülmények vannak, és nincs járda sem. Tehát az a rész ott például nagyon fontos lenne, hogy bekerüljön ebbe a programba. Hát, ahogy szokták mondani, nincs az a pénz, amit ne lehetne elkölteni. Így van, természetesen. Nyilván mérlegelés kérdése. Tehát mérlegelés kérdése, hogy ezek mit legyenek. Ugye az önkormányzatnak a kötelezettsége az, hogy az utakat rendben, járhatóan, biztonságosan tartsa. Ráadásul még az is bennem, hogy esztétikusan. Én nekem elegendő lenne az, hogyha ezek az utak járhatóak lennének, az esztétikum majd csak ezután következne. Molnár úr? Hát először is itt fel lettek sorolva az utak a polgármester úr részéről, hogy miket javít az önkormányzat ebből a plusz forrásból, mert most beszéljünk arról, hogy 50 millió forint átcsoportosításáról van szó. Azért egyet kiemelnék, utána az előbb elhangzott az, hogy a közoktatási intézményekre nem fordít az önkormányzat. Az elmúlt 8-10 évben legalább 10 iskolát újított fel, és most a Szegő általános iskolának a járdázatát is ebbe a programba fogja javítani. Tehát nagyon komoly beruházások folynak az oktatási intézményeknél is, és a jövőben is fognak folyni. Másodszor az utakkal kapcsolatban tavaly nagyon sok utat tudtunk felújítani, mert sikerült az államtól 4 milliárd forint plusz forrást szerezni. Ha ilyen lehetőségünk lesz, pályázunk most is, akkor lesz jelentősebb fejlesztési forrás, mert abból, ami az önkormányzatnak rendelkezésre áll, sajnos csak javítgatunk, és nagyon keveset tudunk újat építeni. Egy percünk maradt, egy rövidet még a Szigligeti Színházról beszéljünk. A Szigligeti Színháznak a tervezésére pályázatot elnyertünk, a források rendelkezésre állnak, engedélyes tervünk van, kiviteli tervek rendelkezésre állnak. A második lépcső, hogy a kivitelezés elindítása, elkészült, a tervek alapján elkészült egy költségvetés, szeretném megmondani, hogy hozzávetőlegesen 4,6 milliárd forint a plusz áfa a kivitelezés teljes költsége, ez még kormánydöntés kell, nyilván pályázunk a megvalósításra. A témához tartozik, hogy eredeti elképzelésünk szerint egy parkoló építés is hozzá tartozott a színházhoz, azért, hogy a színház látogatók a gépjárművel meg tudjanak állni. A területnek az elemzés alapján úgy tűnt, hogy mély garást kellene kialakítani, gépesített mély garást, sajnos ezt a kezdeményezésünket elutasították, tehát úgy néz ki, hogy gépesített mély garázs nem lesz a belvárosba, ettől függetlenül a színház újjáépítése, rekonstrukciójára fönnállnak a dolgok, várjuk a kormánydöntést. Képviselő urak, ehhez bármilyen hozzáfűzni való? Azon túl menjön, hogy ráfér nyilván a színház állapota miatt ez a felújítás, mind a színpad technikára, mind pedig az épületre. Közel 6 milliárdos beruházás mellett tényleg kellene, mert parkolás az nagy gond, tehát amikor színház van, buszok és az autók össze-vissza állnak.
Tehát ezt megpróbáljuk ezt a forráson, amilyen módon tényleg megteremteni, és egy mély garázs a belváros parkolási lehetőségeit is nagyban segíteni, tehát mindenképpen célszerű lobbizni érte. Lázár úr nagyon bólogatott itt a mély garázs kapcsán. Nekem a mély garázs meg a garázs, tehát a kiemelt garázs, ezeken veszélyparipán, mert itt pont alpolgármester úr volt már ebben ezzel kapcsolatban a diskurzus köztünk, hogy milyen óriási költség és milyen lassan térül ez meg, de én tényleg összeteszem a két kezet, hogyha végre a belvárosban valahol épül egy ilyen. Hát az előterjesztésre jól emlékszem, 40 millió forintot kérne a város ennek a terveinek elkészítésére. Azt, hogy ez megint mennyibe kerülne, ez már egy másik kérdés. Világos, tehát el kell indulni valahol, remélhetőleg ez fog manifestálódni is. Hát a belvárosra biztos, hogy ráférne egy majd 200 fős parkolóhely, és nem csak a színház miatt, hanem a parkolási gondok enyhítése miatt. Uraim, köszönöm szépen, hogy... Még szeretném volna még egy mondatot szeretném volna ezt hozzátenni, itt a parkoló és a mély garázs, és annak kapcsán, hogy ennek a megtörülése a bizottságülésén is elmondtam, hogy igen, hosszú, hogyha már építünk egy mély garázs, lesz egy felépítményünk, akkor valamilyen más olyan szolgáltató tevékenységgel ki lehetne egészíteni, ezt esetleg gazdaságosabbá tenni. Tehát én ezt a bizottságülésen javasoltam. Bízunk benne, hogy akkor ha elsőként akkor a mély garázs tervezésére megkapja a város a pénzt, aztán majd kiderül, hogy az majd mennyibe kerülne. Képviselő uraknak, alpolgármester úrnak köszönöm szépen, hogy itt voltak. A kedves nézőktől pedig most is azzal búcsúzom, mint mindig, csütörtökön reggel 9 órától élőben kísérhetik figyelemmel a szolnoki közgyűlés munkáját. Tartsanak majd velünk akkor is. Most köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!